Elkészült, bemutatták a Mátra turisztikai stratégiáját. Elismert városmarketing, Gyöngyös 5 pályázatát díjazták. Verstér, idén Pilinszky János költészete volt a középpontban. Jó estét kívánok, ez az Aktuális, a Gyöngyösi Televízió hírműsora szeptember 17-én pénteken. Már is kezdünk. A Mátra aktív turisztikai stratégia bemutatóját tartották a Mátrafüredi Avar Hotelben. A stratégia magába foglalja azokat a fejlesztési terveket, jövőbeni célokat, amiket el szeretnének érni 2030-ig a Mátrában, ezzel is tovább növelve a térség turisztikai értékét. A stratégia összetétele komplex, minden aktív kikapcsolódást magába ölelő fejlesztést tartalmaz, ami több tucat partner bevonásával készült el. A résztvevők remélik, hogy a Mátrára és Kékesre vonatkozó előterjesztés hamarosan a kormány elé kerül, és elfogadják azt. Az aktív turizmus világszerte itt hazánkban is erősödő ágazat, azonban Magyarországnak is szüksége van egy hosszú távú fejlesztési stratégiára. Ezt a szerepet kívánja betölteni a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2030. A dokumentum a gyalogos, kerékpáros, lovas, sí és vízi turizmusra épül, és ezeken a területeken jelent komoly fejlesztéseket a Mátrában. Horváth László országgyűlési képviselő a stratégiát bemutató konferencia köszöntő beszédében azt mondta, az elmúlt időszakban nem született olyan átfogó és olyan hosszú távú rendszerben gondolkodó stratégia, mint ez. Ha arról beszélünk, hogy aktív turizmus, meg egyáltalán turizmus, akkor megint csak jó helyen vagyunk, mert hogy a magyar turizmus egyik forrása az innen a Mátrából ered. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos beszédében azt mondta, az elmúlt időszakban 98 turistaház fejlesztéséhez adtak támogatást. 2010 óta több ezer kilométernyi kerékpárút épült, újítják a kisvasutakat és további kilátók épülnek. Úgy véli, Európában az aktív turizmus tekintve élen jár hazánk. Én nagyon bízom benne, hogy ezt a stratégiát, hogyha el tudjuk elfogadni, és elkészül a kormány előterjesztés, a kormány elfogadja, ez hosszú évekre, évtizedre is akár meghatározhatja Mátrának a fejlődését. Hozzátette, sikerült elérni azt, hogy a következő uniós ciklusban az aktív turisztikai fejlesztésekre 63 milliárd forintot biztosítson a költségvetés. A kormánybiztos továbbá kiemelte, fontos a környezeti terhelés csökkentése, ezért ezt is alapul vették a fejlesztési terveknél, amelyet be is mutattak a konferencián. A legnagyobb projekt egy komplex közlekedésfejlesztési rendszer. Olyan közlekedési rendszer legyen, ami meggátolja már azt, hogy autóval a belső területekre be lehessen menni, viszont egy színvonalas szolgáltatással, elektromos buszokkal, komoly parkolási infrastruktúrával, illetve a kabinos felvonó létrehozásával már lehetőséget nyújt arra, hogy a Kékesre, illetve a belső területekre egy vonzó és zöld megoldással lehessen feljutni. Hisdjert polgármester a konferenciát követő pódiumbeszélgetésben elmondta, a fejlesztések nem csak az aktív turizmus szolgálják, hanem az itt élők javát is. Nem régen még arról beszéltünk volna, hogy a Gyöngyös-Vámosgyörg vasútvonal meghal. És most a terve az van, hogy Gyöngyös-Budapest közvetlen összeköttetés, ami nem csak a turizmus szolgálja, hanem a mindennapi munkába járás, Budapest-Gyöngyös közelségét, egy gazdasági fejlesztést. De a tervek között szerepel az a Zarándokút hálózat fejlesztése, egy lombkorona sétány kialakítása és ifjúsági táborok kilátók építése. Az eseményen elhangzott az is, hogy várják a további elképzeléseket, és ha mód van rá, beépítik a stratégiába. Emellett remélik, hogy 2030-ra elmondható lesz, hogy Magyarország Európán belül vezető szerepet tölt be az aktív turizmusban, és olyan kínálatot nyújt a Mátra, ami sehol máshol nem érhető el. Gyöngyös 5 pályázata is Városmarketing Gyémánt díjat nyert el a Marketing Summit Hungary konferencián. A pályázatot 7. alkalommal írták ki, városunk másodszor nevezett, és rendezvény, valamint kommunikáció kategóriában is kivívta a zsűri elismerését. A Budapesten rendezett díjátadón nem csak az önkormányzat, hanem a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület pályázatait is díjazták.
Hatékony lakossági együttműködés nélkül nem lehet sikeres és eredményes a városmarketing. A lényeg, hogy jó magatartásra vegyék rá a város lakóit, és ebben nagyobb nyitottságot tapasztaltak a mostani pályázatoknál. Ezt mondta Piskóti István intézetigazgató a Marketing Summit Hungary konferencián, a marketing szakma csúcs találkozóján, ahol a városmarketing gyémánt díjakat is átadták. A szakember hozzátette, a városmarketing sikerét nem abban mérik, hogy milyen volt a megjelenési szám, hanem a hatásaiban, hogy milyen eredményeket hozott a város érdekében. Hogy a városmarketinget a városfejlesztéssel összekötve, ha használjuk, akkor az a tuti. Tehát az egész nem csak arról szól, hogy ismertek és olyan márkát építünk, aminek segítségével pedig egy városfejlesztést tudunk megtámogatni. Ez mozgasson bennünket, hogy a város fejlődésében, a város életében milyen hatásokat generálunk, és ne csupán az, hogy milyen az ismertségünk, vagy mennyire tudja mindenki visszamondani a szlogenjeinket. Összesen 149 pályázat érkezett. Gyöngyös két kategóriában 5 díjat nyert. A város által benyújtott valamennyi pályázat elnyerte az elismerést. Hisz György polgármester úgy fogalmazott, egy jól elvégzett munkának az eredménye mindez. Két olyan terület is volt, ami új és most fejlesztettük. Egyik a városi honlap, részvételi költségvetés, ennek az újdonsága. Másik a Covid kommunikáció a lakosság felé. Volt benne két rendezvény. Egyik az illegális hulladék lerakók, szemét lerakatok felszámolása, lakosság bevonása, ennek a újszerűsége, illetve a adventi rendezvényeknek a Covid alatti megvalósítása, ami egy teljesen új megoldást kíván. Szintén díjat nyert a Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület a Mátrai Betyár Fesztivál és Gasztrofilmek Fesztiválja nevezésével rendezvény esemény kategóriában. Nagyon tanulságos volt maga a díjátadó is, hiszen azon kívül, hogy díjat vehettünk át, volt egy rövid bemutató az újszerű marketing megoldásokról, és ez már olyan ötleteket adott, ami tovább viszi majd azt a marketing munkát, amit a korábbi években elkezdtünk, adott ötleteket újszerű megoldásokra, illetve elgondolásokat, hogy milyen kategóriába tudjunk majd jövőre is pályázni. Az önkormányzat által benyújtott pályázatok megvalósításában az önkormányzati társaságok, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft., a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. És a Gyöngyösi Televízió is szerepet vállal. A nyertes pályázatok Jaros Norbert városmarketinget koordináló munkája alatt valósultak meg. 50, 60 és 70. házassági évfordulójukat ünneplők jelentkezését várja a Gyöngyösi Önkormányzat. Az idén jeles évfordulót ünneplők a képernyőn látható elérhetőségeken jelentkezhetnek szeptember 25-éig. A párokat az október 1-i Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen köszöntik fel a Mátra Művelődési Központban. Tavaly online, idén azonban már a megszokott formában rendezhette meg a verstér programjait a Vahot Sándor Városi Könyvtár. A programok ez alkalommal Pilinszky János születésének 100. évfordulója köré szerveződtek. Keresztesi József és Kőrizs Imre költők a 20. század második felének magyar költészetéről beszélgettek. Előadták a nyertesek a zenei pályázat műveit, ezt Füranikó Üveggolyó című verses estje követte, majd az Illés Szekerén emlékzenekar adott jubileumi koncertet. Tegnap szinte egész nap zajlott a könyvtár legnagyobb rendezvénye, a verstér, aminek a programjai idén Pilinszky János születésének 100. évfordulója köré szerveződtek. Dr. Szén Gabriella, a Kulturális Bizottság elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy van értelme és eredménye annak, amit a pedagógusok és a könyvtár végez, mert kihozza az emberek közé az irodalmat. Nem arra várnak, hogy mi magunktól besétáljunk a könyvtárba, hanem azokat is próbálják megszólítani, akik önmaguktól ugyan nem sétálnának be, de egy-egy főtéri sátor mellett eligen, és talán egy kicsit ott ragadnak, talán egy kicsit megragadja őket az, amit ott hallanak, és vélhetően később be tudnak csatlakozni ebbe a körforgásba. Keresztes József gyöngyösi származású költő beszédében arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi is a vers és mire jó. A vers ugyanis játék, még a legkomorabb, legsötétebb formájában is. A fogalmak, képek, a zeneiség, a nyelvi invenció sűrűsége másra helyettesíthetetlen minőséget hoz létre. Ha a varázsének mágikus célokat szolgál, hogy a saját időből kilépve biztosítsa az ősök pártfogását, a vadászat sikerét, akkor elmondható, hogy a legjobb pillanataiban mindenkor költészete képes elérni,
hogy az olvasója vagy a hallgatója pár pillanat erejéig kilépjen a saját hétköznapi idejéből. A versmaratonon a fiatalok és az idősebbek is részt vettek. Kihirdették a zenei részleg pályázatának nyertes alkotóit is, majd a nyertesek elő is adták dalaikat. Az első a White and Black zenekar lett, a második helyen a Purga és Páva Anna osztozott. Délután Fürani Kójászai Mari Díja színésznő és Lee Olivier gitárművész Üveggolyó című előadása következett, ami a művésznő egyik kedvenc verséről kapta a nevét. Van benne természetesen az apropó gyanánt Pirinszki is, mint pillérként az elején és a végén. Remek művek, nem tudom, hát ahhoz több élet is kevés, hogy az ember ezt, vagy divatos kifejezéssel éje, kimaxolja ezt a költészet és az ő remek művei témát. Hát ami jutott, amivel dolgom volt, amit ismerek, azokból válogattam, és az Üveggolyó az egyik kedvencem. A könyvtár udvarára a képzőművészek is kitelepültek, és az alkotásaikra a nap folyamán szavazni is lehetett. Emléktáblát avattak Bálint György tiszteletére a Detkik Ex Kft. Telephelyén, ahol a kertészmérnök Gyöngyösi díszpolgár szülőháza állt. Az ünnepségen Bálint gazda özvegye Récsei Antónia, valamint az egykori munkatársak és a vállalat vezetői is részt vettek. Bálint György hajdani szülőháza mellett épült fel Halmaugrán a Detkik Ex gyára. Az épület, ahol egykoron Gyöngyös díszpolgára gyermekkorát töltötte, egy emléktáblát kapott, hogy méltó módon őrizze a kertészmérnök emlékét. Gyuri bácsit ismertem, nagyon-nagyon szerettem, és az ötlet, hogy tábla kerüljön erre a házra, mi az ővi volt, tehát nem így nézett ki, de az ővi volt, ez az ő ötlete. Azért tartottunk ezt fontosnak, tavaly nem tudtunk megcsinálni, most igen. A meghívottak jó szívvel emlékeztek vissza az ország Bálint gazdájára, azokra az időkre, amikor még Visontán volt TSZ elnök. Récsei Antónia, Bálint gazda özvegye elmondta, férje itt, vidéken érezte jól magát igazán, hiába élt Budapesten. Ezért is nagyon fontos ez az emléktábla. Az, hogy az ő emlékét így megőrzi ez a kekszgyár, ami egy kicsit már ugye átalakult, nem is kicsit nagyon, de azért még vannak bent kilincsek, meg ablaktáblák, ami a régi házból valók, tehát én nagyon boldog vagyok, hogy egy házat úgy felújítják, hogy valamit meghagynak belőle. És a Gyurka nagyon-nagyon szeretett, amit az előbb is mondtam, itt lakni, és ez egy nagyon nagy megtiszteltetés számára. Az 1982-ben épült üzem területén található ház ma a gyárt kiszolgáló irodáknak ad helyet. Oroszlánbűgés, látványetetés, bátorságpróba, arcfestés és teljes sötétség. Ilyen különleges élmények várják azokat, akik ellátogatnak szombaton a Gyöngyösi állatkertbe, ugyanis ekkor rendezik meg az állatkertek éjszakáját, ahol olyan látványban részesülhetnek a résztvevők, amelyet fényes nappal nem láthatnak. Az állatkert egészen este 10 óráig várja majd az érdeklődőket. Itt még csak sütkéreznek és henyelnek a fűben a ragadozók. Aki azonban arra kíváncsi, hogyan töltik az éjszakát, szombaton egy zseblámpa kíséretében nézheti meg az állatokat az éjleple alatt. Ugyanis ekkor rendezik meg az állatkertek éjszakáját a Gyöngyösi állatkertben. Az esti órákban számíthatunk mindenre, hiszen ilyenkor sötétedés után bepillantást nyerhetnek a látogatók az állatkert életébe. Egyrészt nagyon sok éjszakai állatunk van ugye a ragadozók személyében, úgyhogy így mindenkinek javasoljuk, hogy hozzanak elemlámpát magukkal. Lesznek interaktív állatbemutatók, a látogatók érintkezhetnek olyan állatokkal, amiket alapjában véve nem igazán fogtak még, mint például skorpió, kígyó vagy pók. Emellett lesznek látványetetések is, de még további meglepetés is várja az állatkertbe érkezőket. Tombolával várjuk a látogatókat, értékes nyereményekkel, köztük állatkerti belépőkkel szeretnénk megköszönni azt, hogy részt vesznek ezen a programon, illetve ugye Rézivel várjuk a látogatókat, úgyhogy ővele is lehet majd találkozni. Mindemellett a kicsiknek ingyenes fluoreszkálós arcfestéssel készülnek. A gondozó azt mondja, érdemes az állatkertet nyomon követni a közösségi oldalon, ahol megtalálhatók a programok, és itt teszik közzé, ha esetleges változás történne. Illetve azt tanácsolja, hogy mivel a szabad ég alatt terül el az állatkert, érdemes az időjárási körülményeknek megfelelően öltözködni. A
A Mátrai Farkasok Hagyományőr és Íjász Egyesület immár 3 éve működik a Sportúti városi sportbázison. A klub az önkormányzattól fedett és szabadtéri lőteret is kapott, ami jelentősen hozzásegíti a tagokat a versenyeken történő jó eredmények elérésében és az egyre növekvő taglétszámban is. Bárdos Antal a klub vezetője elmondta, fokozatos, kitartó munkával jutottak el idáig, és úgy véli, megérte a sok küzdelem, amely ma már jó hangulatú edzésekkel és versenyekkel párosul. Az eleje az nem volt egyszerű, de aztán szépen lassan beállt egy, hát mondjuk egy törzsmagnak, és mindig csapódnak hozzánk újabbak és újabbak, akik általában itt is ragadnak. Ugye általában úgy szokott működni, hogy lejönnek a gyerekek, és akkor vagy a gyerekek maradnak itt, vagy a gyerekek hozzák a anyukát, apukát, és ők is itt ragadnak. És akkor így szépen bővül a tábor, és mivel járunk versenyekre, ez az összeság, a lovasi játszaton kívül mindenféle versenyre megyünk, ezért mindenki megtalálja a magának kellőt, és akkor így már nem csak szabadidő meg szórakozásra gondolnak, hanem versenyjászatra is. Az egyesület hagyományőrző jelleggel jött létre, de ma már fordult a kocka, és egyre több a versenyíjászok klubban. Fordult egy picit a kocka, és most már főként versenyíjászok vannak. Az elején a hagyományőrzésből kiindulva tradicionális íjak voltak, szinte kizárólag. Vettünk egy pár reflex íjat, csak gyakorlásképpen összehasonlítás végett, és aztán ugye, ahogy jöttek az emberek, mint mondtam, jöttek reflexíjasok is, aztán a reflexíjas gyerekeket megpróbáltuk a berbúra, ami fém középrészt jelent, nem egy nagy furfangosság, csak jól hangzik. És utána jöttek ugye a Csabiék, a Csigával, vagyunk 3, akik olimpiai íjjal. Hát ez úgy néz ki, mint egy űrszonda, mindenfelé vannak mindenféle stabilizátorok, és akkor, de oda meg 70 méteres pálya kell, tehát az ritkaság, amikor azt tudunk, de ugye az az egyetlen íjász rész, ami az olimpián is versenyezhet. Az olimpián még nem, de a magyar bajnokságokon és a nemzetközi mezőnyben is sok szép eredményt tudhat magáénak a klub az elmúlt időszakban. Idén még a pályaíjász magyar bajnokságon mérik fel erejüket és ügyességüket a klub versenyzői, majd jövő év elején a teremíjász versenyeken kezdik a szezont. A sportág iránt érdeklődők a 80-asban lévő városi sportúti bázison találják meg a klub edzőpályáját, ami szinte a hét minden napján várja az érdeklődőket. Jövőre is megfeleznék az iparűzési adót. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Népszavának úgy nyilatkozott, hogy idézem, jövőre még beleférne az iparűzési adó megfelezése, érdemes rajta elgondolkodni. Parag László a lapnak kifejtette, az iparűzési adó felére csökkentése jövőre is segíteni a vállalkozásokat, hiszen többet költhetnének fejlesztésre. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke erre úgy reagált, hogy az adó 80%-át működésre költik az önkormányzatok, a kötelező feladatokat el kell végezni, ehhez pedig szükség van erre a forrásra. Lerövidítették a középiskolai tanárok képzését a kormány döntése értelmében. A pedagógusok ezentúl 6 év helyett 5 év alatt szerezhetik meg a diplomájukat. Az Eduline szerint a képzési idő rövidülése mögött a jelentkezők alacsony száma áll. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár azt mondta, a kormány célja, hogy a lehető legjobb, legrövidebb, de átjárhatóbb, alacsonyabb lemorzsolódást felmutató, még gyakorlatorientáltabb tanárképzést szervezzen. Most jönnek a mai nap legfontosabb helyi hírei, még egyszer röviden. Elkészült, bemutatták a Mátra turisztikai stratégiáját. Elismert városmarketing, Gyöngyös 5 pályázatát díjazták. Verstér, Pilinszky János költészete volt a középpontban. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális pénteken. Hétvégén várom majd Önöket a Tallózóval, aztán friss hírek legközelebb jövő hét hétfőn. Híreinket megtalálják a www.gyöngyöstv.hu oldalon is. Minden jót kívánok, a viszontlátásra!